Szasztoskatok! Üdvözlök mindenkinek az Assassin's Creed Revelations-nél, folytassuk és attól abbajtuk. És most szerintem egy ilyen kis felfedező körutat fogok tenni, szóval szépen felfedezem az összes ilyen viewpontot, hogy lássuk az egész térképünket. Szerintem ez egy elég logikus, mert jó, hogyha nincsen vakság. És szerintem ez a hely totál be van védve, és hogyha bemegyek, akkor megerőszakolnak. Látjátok azt a sok vörös dolgot, sajnos én is. Na mindegy, azért remélhetőleg annyira nem lesz vészes. Én végig csak ilyen hit and run akcióval be fogok futni, aztán... Ide már nincsenek is őrök? Oké, vannak, ezt elszóltam, de... Ezt a környéket jelenleg nem védi senki sem. Simán befutottam, és... Fel fogok mászni a toronyra. De sok értelme volt játék. Mindegy, biztos majd a jövőben lesz jelentős ez a hely, és azért van ilyen vörös területben. Most ez az lenne a legjobb, hogyha csak simán felmásznék, szerintem itt tudok felmászni. És ez való igaz. Király, ez meg egy ilyen elég vicces helyzet volt. Jó, szinkronizáció. Ott vannak az emberek, de azok mind barátságosak. Még szarnak arra, hogyha bemászok, csak a izék, fegyveres emberek nem akarják, hogy bent legyek. Oké, és itt már vannak, szóval... Minden gyorsabban el kell húzni a csíkot, és szerintem ott fogok távozni, ahol bejöttem. Mert arra valóban nem volt egy gyorsam. Csak vajon ki tudok-e mászni a falon itt? Az a nagy kérdés igazából. Na mindegy. Itt az emberek ülnek a lépcsőn, csak nyugodtan, én nem is fogok zavarni tovább. Hú, mi is ez a bombát ugrottam ebbe a bokorba. Zsír. És itt van egy izé... Assassin Recruit, szerintem azt a csehot megmentem. És befogadom a családba. Jaj! Hey, nézd szépen, rávedem magam az emberem! Na. Remélhetőleg még él a barátunk, és megint kettőféle páncélos embercsoport harcol egymás ellen, szóval... Ja, itt minden bizonyal ilyen sírmis dolgok vannak. Na, nem lehet szétkenterezni ezeket a dárdás faszkalapokat. Seggfej, egyáltalán még él az emberünk? Mert szerintem elég sok ütést bekapott. Hát itt van szerintem. A turbános bácsi. Au! Friendly fire. Fight for an honorable cause, Arkadaşim. Not just your life. If I can help others as you have helped me, I most certainly will. Arkadaşim, vagy valami ilyesmi. Beszélnek a heráldokkal, mert eléggé szar állapotban van a körözési szintem. És hogyha maximum lesz, akkor nagyban meg fogja támadni a deneket, és akkor nem tudom, hogy vissza is tudják foglalni őket, hogyha nem megyek oda időben. Lényeg az, hogy ilyen tower defense-es szarságokat kell csinálni, mint amit a játék elején... Mint amit szerintem az első videóban mutattam nektek, vagy már a második volt, fogalmam sincs. Nem tudom megvenni a bankot, én meg akarom venni a bankot. Jaj, itt a tábla. Otszó bank, meg kell venni. Te meg ki is tudom venni a pénzemet? Nem tudom, mennyi idő telt el. Legutolsó látogatásunk oda, de szerintem ki tudom venni a pénzemet. Na, barátom, van pénz a bankban? Van pénz a bankban, király. Na, itt még van egy ilyen kovács műhely, és szerintem azt is megveszük. Miért is nem? Itt vannak római emberek, mert romaníz, vagy valami ilyesmit írt ki. És én ezt annak venném, hogy itt találhatok római... Menekültek, nagyon menekültek, súlyan szó. Betelepültek. És ott van még egy ilyen Taylor dolog is, és szerintem ezt meg fogom venni. Mert kellenek nekem a ruhák. Ó, és ez totál kijönt a fejemből, hogy akkor is nő a körözés, hogyha megveszek helyeket. Ezt totál elfejtettem. De ott egy szemtanul a közelben, szerintem a csehot totál el fogom intézni. Seggfej, szerintem jól volt annak, hogy ilyen boltokat vettem. Hát nézzenek oda. Na.
Pouches. Hú, ezek kellenek nekem. Várj, már nincsen money. Itt talán még jól is fognak kinézni, lehet, hogy itt át fogom festeni ruhámat, mert itt valóban jól néz neki a dolog. És itt még izéket is csinálom. Még vannak ilyen mínusz 15 valamik, nem tudom mit akar az jelenteni. Na mindegy, lehet, hogy ezt a fehéret meg fogom venni. Vagy maradok az alapnál. Igazából nekem annyira egyes mindegy, mert itt ebben a játékban legalább jól is néznek ki, nem mint a Brotherhoodban. Tehát, hogy mindegy, ha megveszem vagy sem, azt a szemtanút meg akarom emelni. Kis szemtanúja volt az én vásárlásaimnak. Csak most tegyük hozzá, hogy nem szabad szemtől szembe nekem, neki menni senkinek sem, mert... egy pöppet egyből meg akarnak engem emelni. Na mindegy, szerintem rávettem magamat a szemtanunkra. Ennyit róla? Zsír. Kitapostam a beléd. De ezért nem volt elég ahhoz, hogy totál nem körözött. Szóval menjünk, szegény hölgyet nem akartam felrakni oda. Mint valami lotyót, mindazok ellenére egy lotyó, szóval... Ezt inkább abba is hagyom. Itt egy Harald, itt prédikál szépen. Az az, hogy annyira meg annyira rosszak, haver. Na, bla bla bla, haver, ő nekem nem ledöflög. Itt a pénzem el. Kinevet a végén. És meg tudok bombákat csinálni szerintem. Azt hittem, hogy valami utánam kiáltott, de végül rájöttem, hogy ez nem ő volt. Csak valami random emberkem. És folytassuk a felfedező körútunkat. Szépen menjünk el ahhoz a helyhez. Ó, ez 300 méterről. Útközben remélhetőleg találkozni fogok Heraldokkal. Egyéb ilyen emberkékkel, akiket le tudok fizetni, azért, hogy ne körözzenek engem. Mert én csak kedvem bujkálni az emberekkel. Nem akarok ilyen hízében élni. Úgyhogy üldöznek engem. Fraggles! Na. Zsír. Na menjünk tovább. Itt van egy faszövesztés, most lehet, hogy használom kéne, de... Nem is biztos, hogy tudom. Bevertem a kis térdemet is, miközben ott átugrottam. Mennyire fájhat, mert... Na. És itt egy Herald is, meg egy szemtanú, de szerintem most én a Heraldat fogok foglalkozni, mert ő is totál elfogadóan tüntetni az egész dolgot. Az egész körözést. És egy ember vadászhat most nem lenne jó. Pup. Ha. Fraggles! Úr, neked tűz van a kezedben. Lökjük fel. Hát, ha meggyullad valami. Neten egy ember? Miért is nézd? Az út közepén égettek valami. De miért? Nem értem ezeket a izéket, keleti embereket. Jaj. Út közepén gyújtogatnak. Tüntetés volt biztos. Kaddafi meg ilyenekkel szemben. Félre! Úgy né, te még a szerencsés voltál, mert te még... Ajaj, mert te nem borultál fel. Szent szar, haver, micsoda mentés. Micsoda mentés. Láttátok? Hogy láttátok volna? Éppen valaki pislogat. Tekerd vissza a videót, csekfej. Ott van lent egy ember, szóval nem lenne, hogyha észrevenne engem, mert a nagy puskájával biztos, hogy a véremet akarnám. És én most nem akarom neki odaadni. Most nincsen kedvem. Nem vagyok olyan véradós kedvemben. Nem menne erre át, aztán most fel? Nem. Akkor most erre. De, valóban így. Oké, mint hogyha semmit se haladtam volna, úgy érzem. Na se baj. Franco, ennek is mindjárt fent leszünk a tetején, látni fogjuk a környéket. Franco lesz, higgyetek nekem, higgyetek. Higgyetek, ha mondom.
Zsír. Úgy nem vagyok benne biztos, totál ugyanezen a helyen voltunk az Assassin's Creed egy történései alatt, mert én annak körülbelül csak a felé jutottam a játéknak, és nem emlékszek egyáltalán a helyszínre. És ez lehet, hogy még csak a feléig sem jutottam igazából, szóval nem akarok butaságokat mondani. Ennyi bizonyal ezen a helyen voltunk, mert... Hát nem tudom, jó? Nem tudom. Fogalmam sincs, fogalmam sincs. Mi? Miért visítod el ilyet, seggfej? Valaki... Miért akarnak engem ezek az emberek ott bántani? Mit tettem? Kik vagytok ti? Ez a csapat őr, akik egyből megölik az asszaszinokat, amint meglátják őket? Vagy mi? Ez nem frankom? Hajaj. Nem tettem volna a helyedben, haver. Most szar leszel vágdosva a földön, ahelyez magyin kell rúgni, mert egy veszélyes ember. Ez a hatalmas dárdával. Ez utolsó barátom. Slow motion. Jó. Kirántottam a gerincét a helyéről. Legalábbis a nyakcsigójáig. Barátsa meghölgyem. Én is ugyanannyira félek, amennyire önfél. Átállunk mondjuk a puskára, nem sokkal hatásosabb fegyver, mint a kések, mikor mondjuk harc közben vagyunk. Tudom, persze ártatlan vagy, még nagy lófasz vagy ártatlan. Most nem ártatlanságról beszélek természetesen. Na, még feljebb. Már 1 kilométert másztam, ha ön. Wow. Valaki halad. És fog a kettő láda, azt most nem fogom kirámolni, mert át akarok oda ütni. Mit csinálsz? Ennek semmi értelme nem volt. Nem értem, mi történt. Tudtam, meg tudtam volna kapaszkodni, de mégse tette meg a játék. De ezt meg kirámolom. Bet, hogy csak alkotó elemek lesznek a bombához, nem vagyok benne biztos. Szulfur. Szulfur az a foszfor lenne? Nem hiszem. De arra céloztam, az nem jutott az eszembe az előző részek folyamán. De szerintem a foszfor az egyenlő foszfor angolul is. Vagy lehet, hogy tévedek. Van 3000 a bankban? Jó. És hamar milliárdos leszek. Ez a hely meg kifejezetten frankon fest. Még feljebb? Annak a tetejére? Ám legyen, haver, ám legyen. Vagy hogyha ennyire szabotálni akar a játék, akkor... azt hittem, le fogok esni. Wow. Egy pillanatra megijedtem. Zsír, csupa madárszor az a hely, láttátok? Madárkakában ülök éppen. Lehet, hogy még bele is nyúltam, hogy a kezem leér a földre egyáltalán. Nem teszem le a kezemet a földre, nagyon helyes egy cél, amikor ilyen madárkakában nyúlsz. Senki sem akar madárkakában nyúlni. Kivéve, hogyha ez a fétised, de akkor szerintem menjen egy orvoshoz. Én nem vetek meg senkit se a fétisem, ha csak nem az a fétised, hogy levágod a aktus közben a nőnek a fejét, az elég beteges, haver. Nem tudom, hogy létezik egy ilyen. De mint ahogy azt már mondtam, persze szinte mindenre van fétis, mindenre lehet fétis az embernek. Akár arra is, hogy ahogy az ajtót kinyitják, annak van egy hangja. És lehet, hogy arra izgul, ki tudja. Ezt most csak random kitaláltam. Soha értem, hogy nem hallottam még erről. Ugye, haver, nincs el semmi baj? Vagy csak mindjárt lesz baj? Én ne haj, én. Jaj, le fogsz esni. Ups. Na vajon kik vettek engem észre? Hát mit akartok ti? Egyből kirúgom a fogát. Nem hal meg. Na jó, szállj fel, mász fel szépen. Au! Ez meglepett engem, mert nem szállítottam, hogy egy csávó le fog engem lőni. Hol van a lövöldözős ember? Áú! Miért nem halsz meg egy ekkora zuhanástól? De hol a pisztolyos ember? Ott vagy, te seggfej. Viszont te csak úgy zabálod az én kibaszott izéimet. Gyógyszereimet. Áú! Ketten vannak, bassza meg! Stukker el! Lőd le! Lerül, végezz vele! Egyének lőttek. Nem, ezek most nem is akarnak elmenekülni. Ó, nekem sok eltadom. Majd én kerüljön.
Egyszerűen fogj meg az elég buzis. Támadj! Valaki támadjon! Aki mer. De ne a dárdás ember, mert ez egy faszfej. Valaki homokot dobott a szememre. Frankunk, te vagy a következő. Helyet rólad. Rendben, és most a gyógyszerért el fogom őket kutatni, mert sokat el kellett használnom. Huff. Szerintem borzasztó. És egy ember még mindig akar engem. Haver, tegyél már le rólam, senki se akar hat engem. Ennek sem értelme nem volt, amit most mondtam, csak nem tudtam, hogy mit kéne mondani. Háj. Frankunk. Ja, yeah, gyertek még, basszátok meg. Nem félek tületek. Kérem. Na, akkor hát még tudok még több gyógyszert kisajtolni belőlük. Ha nem tele vagyok. Egy puskapart meg ilyeneket tudok még szerezni. Medicine. Á, még nem jött el medicineből, akkor még ezzel örömmel lootolom őket. Ilyen figyelmeltelő bombákat viszont még szívesen csinálnék. Csak tényleg sok használt tudom majd venni. És örülök, hogyha nem olyan kapitányok vannak, akik egyből puncik és elmenekülnek, hogyha megtudják, hogy assassin van a közelben. Most csak akartam, hogy ebbe beleugorj, de se baj. Á, ezekkel muszáj végeznem. Pop. Na. Támadj. Frankon. Jó, jó. Belenyújt a szerv, és meg a pisztolyt is elsütöttem. Miért sütötted el a pisztolyodat? Ennek semmi értelme nem volt? Nem is nyomtam az Y-t. Nem hiszem, hogy benned van a kivégző mozdul, de mindegy. Felesleges volt és kész egy szív, csak ennyit akartam ebből kihozni. Akkor gyújtsd fel a tornyot. Ignite. Ha van, nem lesz itt egy templár sem, ne fejjetek. Ez a zene is frank, amikor meggyújtjuk a tornyot, de ezt már lehet, hogy mondtam. Nem emlékszek, miket mondok. Á, zsír, nézd a tüzet. Király. Nagyon király, haver. De aztán ugor is nem. Egy... Ó, most sem odaugrasz, ahol kellett. Ó, te kis buta, olyankor fel tudsz engem idegesíteni. Király. Franyó. Franyót nem is értem, én mondom, tökre hülyen hangzik. Azt akartam, hogy Franco, de véletlen Franyó jött ki. Ennyi a történet. És ha te már itt vagy, haver, akkor miért is ne beszéljek veled? You there, hello, can you help me? Nem. What is troubling you, amigo? There is a mad woman in this district putting curses on people with little silver coins. Curses? Well, not curses exactly, but old Byzantine coins. She is sneaking them into our pockets while our heads are turned. And I do not find it funny. Vladosért még nem? Keep your leggings on. I will have a look. Na. Találjuk meg ezt a nőszemét, aki pénzt szeret embernek a zsajóban. Őrült cuka. Hát mit gondol ez? Te nem is egy nő vagy, neked férfi hangod van, haver. Hacsa! Gyerünk, hacsa! Franco. Szóval többé nem rávettem magam az emberekre. Sleeping worthless coins into men's pockets. Have you ever been caught? Not once. Although I have on occasion taken money as well, but only to feed myself. Why do you not put that trick to better use? Fight with the assassins, work for a just cause. Well, it would be nice to be part of something larger than myself. Leave it. I will fight with you. Jó. Van még egy rekrutam, jaj, van még egy rekrutam, és egy nőstény, jaj. És itt van egy Mr. Harald, vele beszélnünk. Hello! Foká! Áreti foká! Pup! A nevesél faszfej. Lássuk csak, hova kéne tovább mennem, mi legyen a következő úti célom. Mondjuk az a torony ott. Tökély. Szóval minden esek rújtnál, illetve egy-kettő rekrújtnál még lesz izé is. Szóval nem csak az, hogy megmentem, mert éppen baszogatják a templomosok, hanem még egy kis assignment is lesz mellé, mint mondjuk, hogy meg kell találnom a nőt, mert egy faszatól vagy volt, stb. 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 Ez menő, ez tetszik. Ezekre kell, hogy egyáltalán nem emlékeztem.
Szerintem ez a Revelations maradt meg nekem a legkevésbé. Ez is egy nagyon jó játék, de ez maradt meg a legkevésbé az összes Assassin's Creed rész közül. Na de emlékszem, amikor játszottam, akkor... Talán volt valami bajom is. Á, mindegy, ezekre nem akarok kitérni. Hányas ez a játék? Emlékszem, hogy talán 2011 végén jelent meg, és kaptam, vettem meg én is. Ezt nem kaptam, ezt vettem, hogyha jól emlékszem. Nyilván olyan pénzből, amit kaptam, szóval vetjük úgyis, hogy kaptam ilyen játékot. Ki tudja. Babasírást hallok? Jó, utam a kis babákat. Az legszomorú része, hogy ezt nekem is lesz egy kis babám. Hogyha nem vagyok izé, nem meddő, azok a lányok szoktak lenni általában. Nem vagyok steril. Ki tudja, én nem voltam ilyen teszt, nem is el szeretnék, hogy csak úgy elmenni, mert most tartani kettő a dologtól. Na szóval. Elfelejtettem, hogy miről beszéltem, de a kisbabákról volt szó, és arról, hogy lehet, hogy meddő vagyok, mindazok ellenére, hogy nincsen méhem. Vagy mégis van. Lehet, hogy csak egy hangtorzítót használok, és igazából egy lány vagyok. Ki tudja, haver, ki tudja. No. Szerintem lassan majd fel is érünk. Nagyon remélem igazából, mert ez a toronymászás folyton ugyanolyan. Folyton ugyanolyan unalmas is. Gyors, azt láttatok azt a lábunkat? Nagyon menő volt. Na. Zsír. Sharpnel. Még feljebb kell másznom. Így sem volt elég magas az a kibaszott torony. Jó, de fel kell csücsülnöm a tetejére. Na, akkor... Csücsüljünk fel ennek a tetejére? Ezt akarja tudom a játék? Csak benéztem. Ott van, baszki. Egyre pedig menő lett volna ennek a tetején szinkronizálni. Na mindegy. Akkor egy kibaszott lassan lemegyünk. Lejjebb, Ezio. Lejjebb, Pöppet, gyerünk. Á, kirek. Jaj, ne, és megint sötétedik. Miért érzem úgy, hogy az éjszakák sokkal hosszabbak, mint a nappalok ebben a játékban? És lehet, hogy éppen... valóban így is van. Hiszen ez általában így szokott lenni, hogy egyszer a nappalok hosszabbak, egyszer az éjszakák, és itt most lehet, hogy az éjszakák hosszabbak. Magyarán tél lehet. Itt van az izé assignment is. Ahogy is hívják assignment. A mercenary. De... Először én még szerintem azt tenném, hogy ezeket a rodékokat kiírtam innen. Bizonyám. Jó, hallottatok ezeket a cicákat? Akkor ezek szerint tavaszlan, mert párosodnak a macskék? Csak viccek. Bárki tudja, hogy valóban tavaszon, tavasszal is úgy szokott lenni hosszabbak az éjszakek. És ugye éppen a télből lábalunk ki. Most hosszabbodnak éppen a nappalok. Ó, bocsánat, nem akartam. Sajnálom, barátom, de legalább ki tudok lootolni. És ne csúszd le, mert ott járnak éppen a testvéreid, és... Kicsit megijednének, nem gondolod? Franco. Feljebb, hogy azt mondja, de leugorhassak. Nem volt sok értelem, mert tudom, de nem érdekem. És ez még más helyszínen is fog játszódni az a játék, vagy egész... Vagy csak itt leszünk Konstantinápolyban, aztán se ott megvan egy láda, amiben minden bizonyal pénz is van, szóval... Én azt szépen ki akarom rámolni. Na lássuk csak, mi van benne. Egy csomó homok. Wow. Egy kevés pénz. Amúgy nem értem, hogy a szemszélet miért nem lehetett továbbhozni ebbe a játékba, úgyhogy nem kell megvásárolni. Ez totál érthetetlen számomra, de... Na mindegy. Akkor is megvettem, hogy 12 ezer ért itt meg, mert 18 ezer ért kell megvennem. Nevetséges, itt meg vannak valami bástyák? Mit akarom ez jelenteni? Marksman attack from stations that protect them from melee weapon. Erre kíváncsi vagyok. Ezek ellenségesek szerintem ez a dolog. Ajaj. Hogy vettél észre? Micsoda szemfüles emberrel van dolgunk. Szerintem odalent van az emberünk, és szerintem gyorsan rávettem magam. Mint egy anyatigris. Hacsa! Franco! Jéééé, gyerünk! Meneküljetek, macskok!
Remélem nem megyek, hogyha kirámolom ezeket az embereket. Király... Király... Ezt kirámolom, ebben szokott lenni bomba, alkatrész... Abba azokból maximum... Abba azokból van egy maximum egyáltalán? Könnyen meg lehet, hogy nincs. Mert végtelen bombát csak nem tudok készíteni. Lehet, hogy alapanyagot tudok szerezni végtelent, de aztán bombákat nem. És ebben lenne is egy kis logika. Ne! Ne mondd már, hogy ilyenkor én kurvára nem tudok izélni, megkapaszkodni, nyomtam a B-t és nem vette elő a kibaszott izéjét. Kampóját. Te rohadt geszű. Tartod nekem idővel és gyógyszerrel. Férges. Na és most megint megmásztam akkor ezt a tornyot. Kedves játék. Köszönöm szépen, most már senki is álljon az utamban, hogyha lehet. Frankon. Gyújtsuk fel. És menjen a menőzene. Nem tudom ki írja az Assassin's Creed-eknek az anyja, de nagyon jó munkát csinál. Na és akkor meg a szinkronizálás például. Jéééé! Vesd le magad, baby! Még egy recruit. Ha? Miért is nem? Gondolom csak asszisztálnék. Vagy nem. You've ruined me. I hope the janissaries pluck out your eyes and cut off your hands. Signora, what is troubling you? Those brutes there. They attacked me in my home and robbed me of my possessions. Please, help. Hát segítsünk neki. Segítsük ki a hölgyet. Ó, ez még egy hölgy. Ennek már csak örülünk. Minél több hölgy ez a színvonal, annál jobb. I owe you my life already, Finley. But I must ask another favor. Will you follow? Hogyne. Where to? Back to my shop where these men first set upon me. I fear they have taken or destroyed everything I own. Lead on. Vezess. Akrobata. Ez a hölgy egy akrobata. Akkor tud ugrálni már most falakon, mert ugye ő egy akrobata. És az akrobaták ilyeneket tudnak. Na, menj, baby. Hát gyorsabb volt? Oké, mégsem. Azt hittem, hogy egyből az izére fogok át ugrani a másik háztető részre. Nekem van húgbédem, de úgy néz ki, nem úgy működik, ahogy kéne működnie. Nagyon kurva jó, mit nem mondjak. Most pedig úgy... király vagy. Elég idegesítően nyugodt sem, miközben ugrál. Meg földetél. És folyton ugyanúgy. Na viszont húzat van, szóval... Én gyorsan... Egy csak pillanat. Ajtótámasztal, toltam az ajtomhoz. Franco remélhetően már nem fog zörögni. Na menjünk, ott vagyunk már. Hajjaj. Mert nem fog meghalni a csaj. Nem tudom, milyen könnyen halmas meg. Ugye ez nem olyan könnyen. És utolsó úriember. I'm sorry, I have nothing but my respect to offer you in return. You do not owe me anything, but consider lending your skills to the assassins. You are a skilled climber and could learn so much more. Ah, I am grateful for the offer, truly. Meg annak nem vagyok grateful, hogy ilyen kibaszott sötét ez a játék. Na, hova tovább? Mondjuk oda? Még több fal fog az utamba állni. Még hány ilyen templer homokosság? Ez az egy, nem kettő van még. Akkor legyél te a következő. De közben veszek majd egy bankot, hogy kivessem a pénzemet. És milyen jó, hogy ezt ki is mondtam, mert itt van egy bank a közelben. Megveseljük, kivesszük a pénzünket.
Király. Á, itt még alapanyagok is vannak. Zsír. Arab puskapor. És mondom, hogy tudom megvásárolni a bankunkat. Mennyi pénz lett benne? 3000? Vagy mit mondott a játék legutóbb? 4000? Ez kizár dolog, mert nem tudom. Na mindegy. Hadd vegyem ki a pénzemet inkább, barátom. Bármennyi is van oda bent. 3000. Jéééé! Itt van még egy ilyen gyógyszertáros is. Hívjuk egy gyógyszertárosnak. Abban szerintem még egyet se vettem, szóval vegyük meg. Király. Doktor bácsi. Oké, itt meg a másik oldalt még van egy izé is. Egy ilyen Taylor dolog, amit megveszek azért, hogy megvessem az egyik pouchot, mert ugyebben nem volt csak utoljára pénzem. Tehát egy assassin-den, ezt én nem akarjuk. Ha-ha-ha, mi a mókás, biztos rajtam nevetnek. Paranoiás Ezio. Itt lenne a Taylor. Ez itt? Á, valóban ez itt. Ez borzasztóan sötét. Vagy én voltam vak, vagy valóban nem lehet fejben a világosságot, mert én nem láttam sehol sem. Na mindegy. Mi olyan mókás itt valami kabaré történik? Vagy rajtam nevetnek? Vagy éppen egyre nagyobb körözésem van? Vagy mi? Itt az kizárt dolog, mert nem tudom. Jéj. Heavy sheet, nekem arra nincs is túl nagy szükségem. Lássuk csak, hogy a fehér hogy fest. Á, megveszem. Na. Jó öreg fehér kinézet. Nem is tudom. Én legalább a karakteremet jobban látom a sötétben, nem igaz? De jobban szeretek az alapoknál maradni. Á, jó, hogy megvettem. Kidobtam egy csomó pénzt az ablakon igazából. Mert én inkább egyből váltanék is vissza. Fuck. Nagyon nagy elnézést emiatt a kis malőr miatt. Na se baj. Az én pénzem. Nem sajnálom ilyen butaságokra a pénzemet. Na, igazából de itt most elég, mivel még alig keres valamit a város. Ezért még jobban kéne értékelnem a pénzt, de... Nem, majd... Most majd később. Majd később. Ezt a falat még mindig nem tudom meg, mert... Hely, azt ott valóban egy fehér fal? Oda nem is tudok bemenni, szerintem. Tisztem tudom. Nem vele végzek, mert egyre közelebb kerülök ahhoz, hogy totál baszogassanak engem. És szerintem gyorsan megölöm ezeket az embereket, így pop, egynek vége. Aztán pop, még egynek vége, senki sem sejt semmit. Majd csak ő. Nem történt semmi, jó? Majd semmi jó nem történt, értitek? Haha. Egy igazi mókamester vagyok. És most hova tovább, akkor tudom, gondolom, az még, az már elérhető lesz itt, ezek mi is narancsok? Romani HQ. Most nem vagyok benne biztos, hogy ez mit jelentett, de neki van valami a fején, szóval fellökjük. Mit is mondhatnék, ez nekem egy jó ötletnek tűnt. Na, félre! Ne baszogassatok már. Mennyibe kerül egy gyógyszer? Itt is ilyen 72 körül van? 74, nincs nekem erre pénzem. Á jó, de megveszük. Addig legyen nulla pénzünk, bassza meg. Fast poison. Tú, ez már pénzbe kerül, hogy felfejleszem gyors méregre, pedig ezt én megszereztem a izében, Brotherhoodban. És hirtelen miért veszett el a technológiám? Ellopták, mikor elkaptak engem a izénél? A játék elején. Masyaf? Az a helynek a neve? Vagy totál összekeverem valamivel? Meg lehet. Meg lehet, hogy csak keverem a fazont a szezonnal, és ezt fajtva szokták általában mondani. The fuck the police, jó? Úgy mondom, ahogy akarom.
Lécén, ne bántsatok engem. Ok nélkül így bántalmazás az egyetlen nem szép dolog. Jaj, megint meg kell találnom az Eagle Vision-nal a szarságot. Fuck yeah, hú. Imádni való. Oh, hello munkások. Te gonosz ember vagy? Ezt nem tudom eldönteni. Úgy az, hogy nem. Itt patkányokat hallok? Nem tudom, miket hallok. Itt lent jár a mi emberünk. Te vagy a mi emberünk? Ez csak a szelleme a mi emberünknek. Au. Hello. Gyertek, sekvők. Au, azt nem így gondoltam. Ja, tényleg azok valóban ellenségesek. Azokat nem biztos, hogy el lehet intézni. Ebből kivágom a szart is. Áú, segfej. Most viszont kentöreztem, nem értem, mi történik itt. Ja, tényleg teljen dárdás, amelyet téged nem is lehet kivédeni. Így, áú. A hal sokkal nehezebb, mint amire emlékeztem. Többet sebeznek az ellenségek is. Csak többnek tűnik, meg kisebb dolgokkal jelzi az életemet. Nem tudom. Itt lenne valahol az ember? Te vagy a mi emberünk szerintem ott. Kurva, le fogom lőni a csávot. Jéj, meghalt. Hajoljatok meg előttem, megöltem az embert. Ilyenek dárdás emberek, ezekkel vigyázni kell, szét kell rúgni a magyarukat. Utána már gyerekjáték az egész, és szerintem semmi sem lehet látni ebből, mert ugyebár nagyon sötét itt minden. Jéj! Meg pár magyarúgás, az a csehó le fog engem lőni ott, szerintem. Vagy nem tudom mi a készült. Áú, seggfej, hagyd abban! Nevetséges, ami itt történik, ne kapjál. Na jó, gyertek assassinok. Vagy egy assassin fogalma sincs, ami folyik itt. Ah, de fűzbomba volt? Én még a pénzem is kezdtem kremenni, fakjam, meg kell javítani. Na. Ilyennel is rég találkoztam. Az assassin az életért esedezett, jól hallottam? Mi volt ez, haver? Ja, ki vagy rúgva? Hol van a nagy ember, akinél több pénz van? Már despawnolt a holttestenetem? Á, itt volt. És most vehetek egy egész kibaszott izét? Hogy is hívják ott? Kovács műhelyt azért, hogy megjavíthassam a ruhámat? Megjavíthathassam pontosabban. Ajaj, a csehó le fog engem lőni. Nem akarjuk, hogy lelőjön. Most a másik oldalra fognak lelőni, fakjam. Fejjebb. Gyújtsuk fel ezt a szart minél hamarabb. Elég legyen ebből a nonsensből. Ég a torony ég. El ne aludjék. Inkább szopja ki. Van egyszerű, nevesd le magad, haver. Na, és akkor szinkronizálunk? Ám, szinkronizálunk? Oké, és... Most már szinkronizálunk? Franco. Örülök neki. És itt van megint egy ilyen szemtanú. Hol lettél te, assassin? Assassin! Itt vagyok, haver. Olyan. You have nothing to fear, effendi. Your identity is safe with me. Oh, thank heavens for that. Forgive my brash introduction. But I am an assassin in training myself. I am strong, fast, and quite a hit with the ladies. That is a start. How about our race, huh? I will prove to you my skill. Say, to that spot there? Hova egy verseny? Franco. Well, a pupilla. A few moments. All right. A pupilla, azon a pupilla. Ja nem, az ott, mekkora hülye vagyok, a pupilla az nem a pupilla. A pupilla az a tanuló. Csak a pupilla is valami ilyesmi. Vagy mi a pupilla akkor? Én már totál elmészek. Na mindegy, szerintem haver neked lőttek. És van egy jó öreg versenyzés muzsika. Here we go! Ilyen Super Mario-sam. Nem tudom utánozni sajnos. Nem láttam éppen, sajnos nincsen hátulszalám, haver.
Na, hova tovább? Jaj! Jaj, ajaj! Ez közel volt. Na, be fog engem érni! Csak azt ne! Nem történhet meg. Nem. Ha istenek van izém, ilyen hookblade-em. Ami a hookból áll, és a blade-ből. Ne felejtsétek el, gyerekek. Ó, bocsánat, ez csalás volt szerintem, de... Szarok rá, egy assassin vagyok, azt csinálok, amit akarok. Ezzel túlugrottam. Yeah, GG, ez jó. Na, én fogok nyerni akkor is, Mr. Pupil. Ez az utolsó checkpoint. Juhu, nyertem checkpoint. You are good, old man. You have some natural talent yourself. Yarman, who is this? Ella, come. Meet my new mentor. I told you I was an assassin, my love. And to think you ever doubted me. Merhaba, efendim. We were just taking the air, Ella, and discussing tactics and such, no? Pontosan. We were discussing when your training would begin. Sunrise, every day. Galata Tower. Understood? Evet. Of course, mentor. Juhu. Na, aztán hát találok nekik, ez mókás volt. Csak így felfedeznek engem itt a tanoncok, ilyet se láttam még. Aztán le is öreg ember az engem. Tiszteletlen ember. Jaj! Akkor csak ez a hely ilyen elbaszott, hogy oda nem lehet bemenni. Se baj, nekem már túl sincsen semmi dolgom. Aztán legyen mondjuk ez a következő hely. Ott van még egy ilyen assassin recruit. Mert csak egy csehó nem fog odafutni hozzám, mert most nincsen kedvem hozzá. Így is túl sok recruitom van. De nekem ezt is egy kovács műhely kell, meg kell vásárolnom, aztán meg kell javítani a ruhámat, mert... Úgyhogy nem mehet tovább. Jaj. Vannak ezek a frány a kovács műhelyek, eddig mindenhol ott voltak. Ja, akkor majd meg kisegítem, nem hagyhatom, hogy csak úgy meghalljon a citizenét. Nem igaz? Hacsa! Hacsa, mondom! Gyerünk! Valaki lövöldödik! Gyorsan le kell gyakonom! Mr. Puskás ember... Ne! Nem szórakozok már velem. Do not despair in the face of this violence. Add your voice and your strength to the tide of opposition. I will. For I have longed to serve a cause larger than myself. Haver, ó, baszki, már megint izé vagyok. Bűnöző. Itt nem egy átjáró. Arra szerintem az ott egy átjáró lesz, mindegy. Nem félek én az ilyen helyzetektől. Gyorsan megmászom a tornyot. Jaj! A francokat ebbe a hookblade-be semmi értelme sincs. Na jó, de sok értelme van, de úgy nem működik, hogy működnie kéne. Már tudok ilyen elosztalomat is hívni, Franco. A Brotherhoodban sok hasznát vettem. Ott fel, elkezdenél felmászni, Léci? Hát jó, utálok. Nagyon nem tudom, hogy a legjobb assassin a három közül, de... Ez csak az én személyes véleményem, ne követetek meg. Na gyerünk. Enged el, seggfej. Szinkronizálni akarunk. Franco. Ja, ott lent van kettő, aki majd a véremet akarja, juhu. De én igazából csak ezzel az izével Pigeon Coop-pal akarok beszakadni, mert akkor, hogy már itt van ez a sok assassin, akkor elküldöm őket küldetésre. Először is hány assassinom van? 1, 2, 3, 4, 5, 6... És egy küldetésem van. Egy jó, hosszú küldetésem. Aj, de gyakorlás úgy csak, hogy hol és mivel tud. Ezek még ilyen kezdő assassinok először. Erre a küldetéseként. Nem, ez túl könnyű. Egy ilyen 130-as. Egy ilyen, meg egy ilyen. Vagy így, jök így. Na, felesleges. Így osztoznak az XP-m. Start mission. 250 XP-vel tudtak már birkózni? Hát csak kettő ilyen tudna, de azért nem lesz Franco. De Franco lesz.
Egy ilyen, meg egy ilyen, meg egy ilyen. Mindenki jó sok XP-t kap. De és meg egy-kettő embert elküldök oda, mondjuk Athénban. Mivel több embert nem küldhetek? Egy assassinnak mindig itt kell lennie, vagy van egy limit, hogy hány embert küldhetek el. Na. Á, fogjadok el még több ilyen Templar Dent, és akkor majd ezért meg fogja engedni a játék. Így már mindent értek, remélhetően nem fogja a fehér fal védeni ezt itt. Nagyon remélem, hogy nem fogja. És ezek meg itt full felesleges ilyen viewpontok, mert itt már mindent látni lehet. Néha egyszerűen nem értelek játék, de mindegy, beszállok az én, a te kis játékodba. Egyrészt hölgyek, de nem nincsen semmi. Na. Még mindig egy kovás műhelyre van szükségem. Meg egy-két szemtanúnak a meggyilkolására, pontosabban mondjuk kettő. Ennyit rólad? Remélem, még vissza is kapom a töltőnyemet, mert neked is puskád van. Na. Hát az kettő történt, Franco. Itt van lent egy szemtanú valahol. Szerintem végzek is a csávóval. Szépen leereszkedünk, ajaj. Oké, nem sérültem meg. Szerintem így egyszer le tudok döfni kettő embert, kettő őrt, aki őrzi a szemtanút. Vagy csak egyből neki megyek a... Ó, oh, ez is megteszi. Az király volt. Meg van egy Harald, akit ugyanúgy szintén lefizetek és visszalapom a pénzemet. Na. Le is olyasztok a dolgot. Csak megint megkemásztam ezt a szart, ez is ugyanolyan szartora, mint ami az előző volt. Majd nem valaki már lát engem, azt hiszem. Mondta, hogy nem fogok elmenekülni. Na és kimenekültem, én menekültem el. Én. Nem tudom, hogy mit kellett volna mondanom most, de én. Még mondanom kellett volna valami menő nevet. De nem jutott eszembe semmi. Na. Következő hely, mondjuk ottni. Franco. Franco, elnézést hölgyem. Elnézést másik hölgyem. Elnézést uram. Ennyit erről, mindenkit elnézést. Oké, elnézést tűzköpő úriember. Mert nem nyelte félre a kerozint. Van még egy herald is, de szerintem vele majd csak később számolok. De még megmászom ezeket a tornyokat. És akkor látni fogok mindent, mindazok ellenére, hogy meg így is látok mindent, de ha mindegy, hogyha a játék ezt akarja, akkor ezt akarja, nem fogok az útjába állni. Ott van még ezt, megjelent még egy szemtanú, szent szar haver. Izgalmas. És lessünk körbe egy picikét. Aha. Zsír. És végeznünk mondjuk aztán, igazából most már csak elég lenne lefizetnem a heráldot, de... Izgalmasabb, hogyha egy szemtanúval kell végeznem, nem igaz? És megint így szintén háttal állnak nekem, szóval megint ilyen cseres leszek. És soha nem fog megfordulni senki sem, hogy ó, mi történt azzal az emberrel? Király, jéééé! Juhu! Még mindig csak egy kovás műhelyre van szükségem. És hol van a legközelebbi... Van még egy... Borzsa helyett egy keresztes torony. Remélhetőleg el tudom érni. Nem fog egy fehér fel az utamba állni. Ez elég rossz lenne. Bocsásson meg, hölgyem. Elfelejtettem jönni a B-t, így nem... És nem tudtalak felborítani. Olyan ilyen szomorú. Egyszerűen borzalmas. Micsoda hibákat követek el. El sem hiszem, hogy én meg így tudok magammal együtt élni. Hogy bír? Ó, hölgyek. Nem takart el az arcát. Na, hadd ugorjak tovább. És van egy olyan érzésem, hogy nem áll az utamba semmilyen fehér fal, szóval eddig királyok vagyunk. Ajaj. Dobok is. Fregat! Ó, erre titeket idészes vettelek.
Oké, ez slow motion, mert kezdve menő vagy? Vagy mi folyik itt? Támadj! Király, lángzsás ember, egy szép haj meg minél gyorsabban. Te fussatok tovább nyugodtan. Te meg buta vagy. Buta, buta ember. Jogi, nem öllek, mert csak menekülj, mert... Na hol van a mi templomos faszkalapunk? Ott vagy a távolban? Meghalt? Levetette magát? Vagy most azt az embert öltem meg? Vagy mi történt? Oké, minden esetre... Ezzel örömmel meggyújtom, nincs ezzel semmi baj, nem mint hogyha ellenkeznék. Na, remélhetek itt egy jó fasza egyenes utam lesz felfelé. Még elég jó, hogy fest. Na, nem teljesen. Ajaj, meg fogom lőni, és akkor leesek, és akkor segíteni fog. Ajaj, ne lőj, haver! Légy szín, ne lőj! Nem szabad! Hál' Istennek mellé jött, mekkora balfat. Ignite. Juhu. Tetején van egy data fragment, de nem izgat. Vagy ez a város még ki lesz itt bővítve, vagy hogy lesz ez? Én erre már totál nem emlékszek. Mindegy, majd rájövünk, idő van. Majd megtudjuk. Jééééé! Platty. Rendben, hol a faszban van egy kibaszott izé? Kovács műhely. Egy biztos, itt van még egy ilyen. Vagy itt még tovább lesz bővítve a város, erre is lehet majd menni. Fogalmam sincs. Szerintem nem. Szerintem ez az egész hely. Itt fog játszódni az egész... Nem teljesen itt fog játszódni az egész játék, mert még emlékszek egy spoiler alert, hogyha annyira zavar a dolog, akkor csukd be a füled. Egy hely, ami egy barlangban lesz, még arra emlékszem, de ott is körülbelül fél órát leszünk max. Szóval annyira... Nem, szerintem az egész hely erre a helyre épül. Egész játék erre a helyre épül, ezt akartam mondani. Amivel nincsen semmi baj, Rómával is jól elintézték a dolgot, és ez is egy nagy hely. Nem akkora, mint Róma. De nagy hely, az biztos. És ezt a tornyot meg kell mászni. Azért, hogy ez egy halálos földetérés lesz. Sokkal nagyobb esélyesre számítottam. Na. Király. Egyre királyabb, és megint csak király, és akkor mász fel szépen, ha király. Ide fent lesz még kincs is szerintem, az ilyen helyeken szokott lenni. Vagy most nem. Á, itt van. Egy data fragment volt itt. Az is megteszi. Nem tudom, mire fogom használni, de az is megteszi. Azt sem tudom, mit kapok, hogyha ezeket megszerzem. Pont hogy a Brotherhoodban sem tudtam, hogy mit kell csinálni, vagy mit kapok, hogyha megszerzem az összes Borgia zászlót. Itt hogyan tudnék egyre feljebb menni, mert itt most totál megakadt a csávó, nem tudod semmit se csinálni. Haver, messze már feljebb. Haver. Ez nevetséges volt. Csak hány viewpont van hátra? Ez az utolsó előtti, mert még ott egyet ugyebár nem tudtam elérni, mert egy fehér fal állt az utamban. Na, még van hátra kettő viewpont. Hát akkor valóban csak erre az egy helyre fog épülni a játék. Nem, mintha bennem. Jaj, és végre nem süketülök meg, mikor nyernek az assassinjaim. Jaj! És egy-két embert előléptettek. Na, akkor hova menjek tovább? Csináljak meg mondjuk egy... ezt? Hát akkor egy Fast Travel Stationhoz megyek. Egy Fast Travel Stationhoz kéne mennem. És aztán oda ahhoz a... Mercenary Assignmenthez. Szerintem téged meg lefűzöttek, vagy még nem kell? Még nem lehet. Még nem rólam beszélnek csúnyákat. Franco. Na és akkor oda a legalsó, az nem tudom, hogy hol van a legalsó, de mindjárt meg tudjuk, hogy pirosan úgyis fel fog világítani, mikor azon lennék. Á, itt van. És megint egy örök kialosságig fog tartani szerintem a töltés, de se baj, majd itt egyszer egy centifruga. Jéj, mindjárt be fog pörögni teljesen. Centrifuga vagy cent... Mi? Mit akartam mondani? Ezt soha nem tudtam, egy kicsit buta, de... Egy kicsit butaság, de... Centrifuga vagy centrifuga. Ezt nem tudom.
16 éves vagyok, és én ezt nem tudom. Nyugodtan kinevezettek, jó? Zsák fejek. Én amúgy egy jó színész is vagyok. És itt bent van egy tekerszerűség, nem tudom mit akarja jelenteni, de jelzi a játék. Bármi is az. Mindegy, hát ha van egy főbejárat, és akkor ott bemegyünk, de minden bizonyal nincs. És még csak azt sem tudom, hogy mit jelent. The Elder Scrolls. Lehet, hogy meg kell vásárolnom a helyet, ahhoz, hogy be tudjak menni. Hát mennyibe kerül? Megfizethetetlen, frankon. Akkor csak menjünk tovább az assignmentünkhez. Csak akkor... Ne, egy helyben ugrálj, faszfej! Menj arra! Mit csinálsz? Ne idegesíts fel! Ne tedd ezt velem! Csak menj be kopogás nélkül. Ez így... Annyira így nyugodtan be lehet menni kopogás nélkül. Na, barátoskám, mi az assignment? The damn bastards! I will tear off their arms and use them as clubs! Calm, friend. Anger is the enemy of caution. Those Byzantine thugs kidnapped my son, Ezio. To get at me, they attack an innocent boy! We can get your son back, but only if we coordinate and act carefully. Evet, of course. If you lead, I will follow. Okay. No. Szóval is mondjuk ki, hogy ne vegyenek észre. Ez egy olyan dolog, ami nem biztos, hogy menni fog. Szerintem itt lesz, ez egy olyan memória lesz, ami szintén nem tudok úgy megcsinálni, hogy 100%-os olyan, de nem érdekel. Igyekezni fogok, de nem baj. Nem lesz baj, hogyha elbaszom. Tehát a haver kicsit rossz helyen kanyarodt el be. Ubisoftos mesterséges intelligencia még mindig zseniális. Na és hova tovább? Hova még? Akit megálltok? És most ők így velem fognak együtt mozogni. És most jön az a rész, hogy engem nem lehetnek észre. Gondolom őket kell megtámadniuk. Fight! Na? Akkor hardcore parkourozatok fel, mintha assassinok lennétek, és öljétek meg mind. Szerintem még egy figyelmelterelés is, szóval... Még... Be is tudok menni valahogy... Na, mindegy. Beugrok ebbe a szín a bálában. Oda kell mennem hozzá? Interact. Hát ki vagy te? Oké, nem tudom, mi történik. Ja, megnéztem, hogy mi van vele. Ugye nem kell felemelni... Oh, bassz meg. Jaj, ne! Ő a drágalátos fiú. Engedjetek... Engedjetek egy... ártatlan kis fiút kell elvinnem. Mi a fasz folyik itt? Kitört a káosz? Kilökték a kezemből a kis srácot? Arra nem mehetek, hogy észre fognak venni. Egyszer ne vegyétek ki a kezemben. Még csak egy ártatlan gyermek. Szakálla. De szívében még gyermek. De most gyenge is a szíve. Akkor egy gyengén gyermek. Nem lenne, hogy folyton elállítaném a csávot. Csak azért, mert nekem jön valaki, vagy én megyek neki valakinek. Viszket a szemecském. Nem tudok sietni. Mindjárt ott vagyok egy doktornál. A blokk másik oldalán lesz. A szemem miért fiszket ennyire? Á, bassza meg. Akkor kerülünk el. Haver, te verted ki a kezemből a kis srácot? Te szólsz be nekem? Na, lehet, hogy nem erre kéne menni. Menjünk erre, nem érdekel, hogyha észre lesznek. Légy szíj, engedjetek. Engedjetek! Basszátok meg. És lerakom egy pöppet, mert... Azokat valahogy el kell érni, hogy megtámadj. Fight! Velem ne basszakodjatok. Király. Közben egy szépen elmegyek köztük. Csak ne verjetek meg közben. Meg közel vagyunk a doktorhoz. Meg közel vagyunk. Mindjárt itt vagyunk, kisfiú. Na?
El az. Hekim efendi, this boy has been poisoned. Give me room. Élni fog még csak 10 éves. It's a trap. Say again. The Templars, they use me as bait. To flush you out, to kill all of you. Have we been followed? I would not doubt it. Take positions and be ready for anything. Itt még bajok lesznek. Meg kell védenem a csávot. Á, gyere osztom, mert is nem. Ez menő. Hacsa! Hallott, mert magyar rúgtam. És tartsuk a vonalat. Előkapom a kardonot, az a ritkán megyek. És nem akarom az ártatlanokat megölni. És most csak hogy becsaptam a izében. Csak hogy becsaptam a tömegbe a kardommal. Hajaj. Na gyerünk. Hajaj. Én jó gomb a fejben. Nekem se tetszett pedig. Bírom az éneket. Király. Na. Egy szinte bánts engem, uram. Hajaj, felmentek hozzájuk. Nem frankom. Hés, seggfej, csak hogy lelökött engem, láttátok el? Ez nem egységes. A mercenárik is védik az embert, Franco. Védik a doktor bácsit. Támadj! Király. Még hányan fognak jönni? Hát gyere, haver. Oké, megváltam egy civilt is. Gratulálok, Ezio. Büszke vagyok el. Hold the line. Ó, több dobókás is dobtam. Látod, milyen frankó volt? Daddy. Na. Meggyógyították már a csávot? Vagy mi a franc folyik itt? Na végre. My boy, how do you feel? I am fine, father. Stop doting. Well, if you think saving your life is doting, there may be hope for you yet. Oh. I need to lay down. Drink water and keep still. Agitation speeds the poison through your body. Teşekkür ederim, Ezio. I owe you a great debt. Nem is néztünk egymást szemében, mi volt ez? Na? Jaj, 100%-os, 100%-os. Viszontkatok! Szerintem most abban vagyunk, szóval köszönjétek, viszlátok közelebb, és addig is sziasztok!